148 éve született Mahátma Gandhi, a Gandhi Gimnázium névadója. A megemlékezés végén zenetermet is avattak. Motoros gurulás volt a hétvégén, cél a baleset megelőzés. Sportos hétvégével indult az október, szombaton rókaüzők, vasárnap Misina csúcstámadás. Köszöntöm nézőinket, önök a Pécs TV híradóját látják, október 2-án hétfőn tartsanak velünk. Száznegyvennyolc éve született Mahátma Gandhi, a pécsi Gandhi Gimnázium névadója. Az iskolában elsődleges szempont, hogy szellemi örökségét továbbadják a gimnázium tanulóinak. Az indiai politikusról ünnepélyes keretek között emlékezett az UNESCO díjas iskola, majd a műsor végén zenetermet avattak. Mahátma Gandhi már életében az élet számos területén szimbólummá vált. Itt a gimnáziumban Mahátma Gandhi a cigányság őshazájának szimbóluma, mondja Ignác István igazgató. Ennek az iskolának az a célja, hogy nyitott szellemű tudományok iránt fogékony, népéhez és anyanyelvéhez kötődő cigány fiatalokat képezzen. India számára ő mindenképpen a haza atyának számít, akinek a vezetésével India függetlenségét kivívhatta. És az emberiség mindannyiunk számára pedig Mahatma Gandhi, a nagy lélek, a Mahatma szó jelentése, a nagy lélek, aki az igazságért való küzdelmével, az elnyomottak, elesettek megsegítésével egy példaképe gyakorlatilag a 20. századi embernek. Nagyon nagy lehetőséghez jutott az iskola az UNESCO világörökség címe megnyerésével, melyet a világon egyedülálló speciális oktatási módszerét kapott, mondja Páva Zsolt polgármester. Nagyon sikeres vállalkodás, érdemes ezt folytatni, és sok cigány fiat egyre több jön ide, hogy tanuljon. Ez nagyon fontos szerintem, mert az integrációt komolyan veszünk, már pedig szerintem a magyar kormány ebben elkötelezett, és ebben a város is legalább ennyire nagyon határozott, akkor ezt a képzést nagyon komolyan kell vennünk, és minden más, minden további integráció, felzárkóztatás erre tud majd épülni. Úgyhogy gratulálok a gimnáziumnak, és sok sikert kívánok a címhez, remélem, hogy további sikerek követik a későbbi pályafutását is. Az ünnepi eseményen részt vett Langerné Viktor Katalin társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár is. A program végén mintegy 30 négyzetméter alapterületű, minden igényt kielégítő zenetermet avattak. A Gandhi Gimnázium Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola Magyarország és egyben Európa első roma nemzetiségű érettségit adó intézménye, melyet a Gandhi Alapítvány 1994-ben alapított Pécs városában. Az egész világot átalakító 3D nyomtatás aktuális állását mutatja be a Pécsi Tudományegyetem harmadik nemzetközi interdisziplináris 3D konferenciája, írja Pécs Ma. Az idei konferencia a 3D nyomtatás orvosbiológiai felhasználása címet kapta, megőrizve a már hagyományá váló tudományágakon átívelő jellegét. Ezért idén a művészeti kar szervezésében megvalósuló Design Hét is összekapcsolódik a konferenciával. A tudományos konferencián nem csak a szakma képviselőire számítanak, hanem minden érdeklődőt várnak a rendezvényekre, amelyeken több a technológiát az alapoktól kezdve bemutató előadás is lesz. A pécsi programok abban is különlegesek, hogy más rendezvényektől eltérően a részvétel ingyenes, csak regisztrációhoz kötött. A konferencia október 5-én és 6-án a Szent Ágotai János Kutatóközpontban várja az érdeklődőket. Szezonzáró motoros gurulást tartottak hétvégén a motorosok. Közel 1000-en gurultak Pécset a már hagyományossá vált rendezvényen. Célja elsősorban az, hogy a baleset megelőzésre irányítsa a résztvevők figyelmét. Ezért számos szakmai programmal készültek a szervezők, de részt vett a rendőrség és a polgárőrség is, akik tanácsokkal segítették a motorosokat. Ez nem csak arról szól, hogy egy szezonnyitó és egy szezonzáró lezárjuk a szezont, hanem ez arról is szól, hogy itt összejönnek a motorosok, megcsodálják egymás gépjárműveit, beszélgetnek a rég nem látott barátok, ugye a különböző városokból, esetleg országokból, mert ugye Horvátországból is jönnek át hozzánk, hál' Istennek, illetve az autósoknak szeretnénk megköszönni az éves odafigyelésüket. Nyilván ez olyan, hogy hol jobban sikerül ez az odafigyelés, hol nem, viszont a statisztikák azt mutatják, hogy egyre jobb ez a motorosokra való odafigyelés itt a Baranya megyében.
Tegnap október 1-én volt a Zene Világnapja, a témában vendégem Balatoni Sándor, karnagy orgonaművész, zeneszerző, a Pécsi Tudományi Egyetem Zeneművészeti Intézetének tanársegéde. Szeretettel köszöntöm itt a stúdióban. Szeretettel köszöntöm is a nézőket. Mit jelenthet egy művészember számára, amikor a Zene Világnapjáról beszélünk és ünnepel a világ, főleg a zenész szakma? Mi minden fut át ilyenkor egy embernek a fejében? Hát maga az ötletet azt nagyon jónak tartom, hiszen minden embernek szerintem a napjának bizonyos részét a zene tölti ki, ha tud róla, ha nem, és az mindig egy jó alkalom, hogyha van egy kimondott nap, amikor a zene előtérbe kerül a hétköznapokhoz képest, és szerintem ez egy jó lehetőség mindenkinek, hogy esetleg új zenéket keressen magának, új zenéket hallgasson, esetleg valami régi nagy kedvencet előásson, amit esetleg évek óta nem hallott. És hát ez egy pont olyan ünnep, mint mondjuk akár a szeretet ünnepe, ami szintén ugye jobb esetben egész évben tart, de mégis van egy adott nap, amikor ezt külön is kiemelten tudjuk ünnepelni. Találkozásunk van egy másik apropója is, hiszen a múlt hét elég gazdagon, talán mondhatjuk úgy is, hogy zsúfoltan telt a művész úr számára. Az első helyezést szerzett kórusművével az Európa Kantáz zeneszerző versenyen. Hát ami nagyon nagy dolog, és nem utolsósorban Pozsegában is járt a Bazilikában, a katedrálisban adott egy nagyon szép orgona koncertet, hát előbb a kórusműről beszélgessünk. Milyen jellegű ez a mű? Hát ez egy férfi kari mű, és itt ragadnám meg az alkalmat, hogy megköszönjem dr. Lakner Tamásnak a biztatását, illetve hát ő volt az, aki a Bartók Béla férfi kar repertoárjára fölvette ezt a művet, és ő biztatott, hogy nevezzem be erre az Európa Kantát zeneszerző versenyre, amit az Európai Kórus Szövetség írt ki. És hát tényleg abban a megtiszteltetésben részesültem, hogy olyan nagy nevek mellett, mint Tóth Péter vagy Gyöngyös Levente, az én művem is az egyik kategória élére került. És hát külön öröm szerintem a magyar zene számára, a Zene Világnapján, hogy ezen az óriási nemzetközi megmérettetésen, amin, ha jól tudom, több mint 40 különböző országokból beküldött pályaműből, minden kategóriát magyar szerző műve nyert meg. Ugye ez egy anonim verseny volt, tehát senki nem tudta a zsűriből, hogy kinek a műve, milyen nemzetiségű a szerző, illetve hát a zsűribe is, ha jól tudom, csak egyetlen egy magyar volt, az összes többi zsűri külföldi tag volt. Még túl sok részletet én sem tudok az eseményről, de mindenképpen egy nagy elismerés és egy nagy öröm számomra. Pozsegában milyen orgona koncert volt ez, milyen meghívás, vagy milyen jellegű rendezvény? A Pozsegai Egyházmegye idén ünnepli a fennállásának a 20 éves évfordulóját, és a püspök atya, mint megtudta, a pozsegai püspök atya rendkívül műkedvelő, és ennek alkalmából egy 4 vagy 5 részes koncertsorozattal szeretné megünnepelni ezt a jubileumot, és hát ennek az egyik állomásoként múlt hét szerdán adhattam koncertet abban a gyönyörű bazilikában egy rendkívül jó hangszeren. Dióhéjban, de rengeteg ugye az esemény. A Mecsek kórus idén lesz 60 éves, és ennek a kórusnak is, a Karnagy, a Megapiusz kórusnak is, de most maradjunk a Mecsek kórusnál. Közeledik ennek is a koncertje. Mikor lesz ez, és kik lesznek ezen a rendezvényen? Igen, hát maga a jubileumi nagy koncertünk az október 17-én lesz este 7 órakor a Kodály Központban, és hát rendkívül szerencsések vagyunk, hiszen Horváth Zsolttal és a Pannon Filharmonikusokkal sikerült úgy megállapodnunk, hogy ez egy közös koncertünk lesz a Pannon Filharmonikusokkal. Így biztatnám azokat is, akik esetleg csak a kóruszene iránt annyira nem vonzódnak, hiszen a koncert második felében a szintén évfordulós Kodály Zoltán egyik legnagyobb szobású művét, a Missa Breviszt hallhatja a kedves közönség. A mű érdekessége, hogy ezt legtöbbször orgona és kórus formájában adják elő, hiszen Kodály elsőként orgonára és kórusra dolgozta át az eredeti művet, de itt ebben az esetben a teljes mű hallható lesz zenekari kísérletre, a Pannon Filharmonikus kísérletével, illetve hát közreműködik a szintén idén 45 éves kapus kórus is. A Mecsek kórusnak van még egy érdekessége, hogy úgy tudom, hogy ezen a napon volt éppen egy esztendeje, hogy első helyezést értek el a kroáciai, Horvátország Kroácia Fesztiválon. Így van, pont a mai napon volt egy éve, hogy Eszéken részt vehettünk a Kroácia Kantát versenyen, és a klasszikus zenei kategóriába első díjat hozhattunk el, úgyhogy ez is egy nagyon örömteli esemény, hogy ma pont egy éve történt, és erre kicsit vissza gondolhatunk. Én köszönöm szépen, szeretettel gratulálunk, és további jó munkát kívánok. Köszönöm szépen.
Katolikus kulturális hetek lesznek októberben, az évente megrendezett országos programsorozat központi témája idén Szent László, a programsorozat részeként konferenciákon, kiállításokon, rendhagyó iskolai és óvodai foglalkozásokon, vetélkedőkön idézik fel a Lovag király alakját. A Pécsi Egyházmegye programjai között szerepel Móser Zoltán fotóművész, Szent és Pogány, László, a Kun és a Leány története című kiállítása a Domkőtárban, amelyet október 13-án nyitnak meg. Sportos hétvégével indult az október idén is Pécsett. A Kaposváról rajtoló rókaűzők érkeztek szombaton a Széchenyi tére, majd vasárnap a Misina csúcstámadást is magába foglaló családi futónapot rendeztek a város főterén. A Pécsi Tudományegyetem úgy döntött, hogy szárnyai alá veszi a Kaposvár és Pécs között zajló sporteseményt, a rókaűzőket. Az ősz legnagyobb ultratávú váltófutóversenye ebben az évben magyar egyetemi és főiskolai országúti váltó országos bajnoki futam is volt. Idén több mint 80 csapat nevezett. Próbáljuk kihozni a városba az egyetemi sportéletet, az egyetemistákat, meg hát nyilvánvalóan megszólítani a városi polgárokat, sőt, a tegnapi versenyen is ma is nagyon sokan jöttek el vidékről, úgyhogy egy kis marketing is benne van nyilván, hogyha a tegnap itt futó középiskolások vagy a ma itt futó középiskolások többször hallják azt, hogy PTL, meg hallgatói önkormányzat, meg sportiroda, akkor bizon benne, hogy akik szeretnek sportolni, azok ezen a csatornán keresztül is megtalálják a város, illetve az ország első egyetemét. A PTR rókaüzők másnapján több mint 100 pécsi teljesítette valamelyik távot, a második Misina csúcsfutást is magában foglaló vasárnapi futónapon. Idén már kerékpárral is meghódíthatták a jelentkezők a Misinát. Kétszer voltam ezen a távon, az elmúlt két évben egymás után, és folyamatosan rövidítették ugyan a kilométer, de meredekebbé tették a pályát. Most is kicseréltek egy szakaszt, egy 30%-os emelkedő jött be, az útfelújítással kapcsolatosan is, mert egy egyébként kihívás lett, úgyhogy elég kemény lesz és veszélyes is egy kicsit. Magyar bajnokságon sikerült nyernem 3 hete, illetve az országos bajnokságon elírt a 3. Ez most mennyire nehéz ez a terep? Ez elég nehéz. Tehát itt vannak benne azért 22%-os részek is, és hát végigmeredek. Tehát én átlagban szerintem ilyen 8-10% körül van a mai verseny. A kerékpárosok rajtja után 8 perccel indultak a futók is, akik közül többen váltóban teljesítették a távot. Visszavonultam tavaly 2016-ban, már profi versenyeken nem indulok el, viszont ilyen amatőr versenyeken szeretek elindulni, mert hiányzik a versenyzés. Na, azért heti szinten edzek 3-4 alkalommal, nagyjából formában tartom magam, persze nem úgy, mint régen. Most is egy versenyről jöttünk, ami a kórumban, úgyhogy igazából ez az oka, hogy most már a sűrűn nem veszek részt, nem lehet látni a versenyeket. Biciklisekkel kezdtünk, kerékpárosokkal, hát ez egy nagyon komoly, nehéz táv nekik, és azért 8 perc múlva indítottuk a futókat, hogy azért vannak olyan helyek, ahol lehet, hogy találkozni fognak, és az izgalmassá teszi a verseny. Nagyon örülnek, hogy ennyien vállalták ezt a nehéz 500 méter szintkülönbséges, hát a Misina csúcstámadásnak a legfontosabb távját. Igazából ez egy maratoni nehézségű, és ide azért profi futók kell, hogy nevezzenek, mert ez nagyon-nagyon megterhelő. Minden résztvevő ajándékpólót kapott. A rajtszámmal rendelkezők ajándéksorsoláson is részt vettek. A hosszabb, kihívásokkal teli csúcstámadást teljesítőket egyedi befutó éremmel és jelentős pénzdíjjal is motiválták a szervezők. Aki biciklis futó ér, nagyon gratulálunk neki! A Hász Mihály téri játszótéren csúszdavárral, mászófallal, két hinta, rúgós paripák, homokozó, dühöngő, kosárlabda palánkkal, falfestéssel található, és még pingpongasztal is van. A szülőknek pedig pihentető padok, ahonnan szemmel lehet tartani a rohangáló kicsiket. A játszóteret a Pécsi Vagyonhasznosító ZRT vasárnap délelőtt adta át a gyerekeknek. A májusban megszervezett Városi Gyereknapon összegyűlt támogatói pénzből városi összefogással újulhatott meg a játszó. Szent Györgyi Dávid, a Pécsi Vagyonhasznosító ZRT vezérigazgatója, a játszótér ünnepélyes átadóján elmondta, egyértelmű volt, hogy a gyermeknapon összegyűlt pénzből a kicsiknek fognak kedvezni, ezért is esett a választása játszótér felújítására. A terület önkormányzati képviselőjével, dr. Juhászni, dr. Müller Mariannával pedig egy lelkes nagypapa, Deáki István egyeztetett. A munkátokat a Biocom Nonprofit Kft. Heteken belül el is végezte, összesen 1,5 millió forintot költöttek a gyerekek legújabb második otthonára.
Ingyenesen hívható a Nemzeti Adó- és Vámhivatal új infóvonala a 1819-es telefonszámon, ahol a NAV munkatársai minden adózással kapcsolatos általános kérdésre választ adnak. A 1819-es telefonszám mellett évvégéig még elérhető a NAV általános tájékoztatási rendszere a régi 0640-42-42-42-es telefonszámon is. Az infovonal hétfőtől csütörtökig 8.30-tól 16 óráig, pénteken 8.30-tól 13.30-ig hívható. A 1819-es telefonszám bevezetése az egyedi ügyek intézésére alkalmas ügyféltájékoztató és ügyintéző rendszert nem érinti, az UCC a megszokott telefonszámon hívható. Híradónk végén főbb híreink egy-egy mondatban. 148 éve született Mahátma Gandhi, a Gandhi Gimnázium névadója. A megemlékezés végén zenetermet is avattak. Motoros gurulás volt a hétvégén. Cél a baleset megelőzés. Sportos hétvégével indult az október. Szombaton rókaüzők, vasárnap Misina csúcstámadás. Önök a Pécs TV híradóját látták. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!